lejárató kampányt is indítanak ellenünk országos szinten, tehát nem csak állami szinten, hanem mindenféle internetes leveleket is küldözgetnek. Ha valaki ilyet talál, az ne higgy el. A tegnapi bejelentéshez a szkítaság rendőrségi elfogásáról sikerült megtudni, hogy az elfogott emberek, azaz három fő, az UCC is volt. UCC, utána lehet nézni az interneten. Ez egy kereskedelmi jogrendszer, ami elsősorban Amerikában, de Európában is érvényes, külön kidolgozott jogrendszer. Aki ennek a tagja, az védelem alatt áll. Tehát azért csinálták, mert ők védelem alatt állnak, és a magyar kormány nem biztos, hogy el tudja ítélni bármilyen formában is őket. Tehát nem a szkítasághoz van közük, hanem a UCC-hez. És ezért mertek föllépni így az állam ellen. Nekünk a szkíta Magyarország közösségéhez semmi kapcsolatunk nincsen. Mi a szkíta egyesületen belül végezzük a szkítaság egybegyűjtését Magyarországon. A szkítaság bennünk továbbra is él, a mi jogrendszerünk az egészen más, amit szeretnénk, a régi szokásjogrendszert szeretnénk, ami évezreden keresztül kísérte a szkítaságot és a magyarságot megvalósítani Magyarországon, úgyhogy csatlakozzanak minél többen hozzánk, folytassuk a megyei szkíta önkormányzatoknak a megszervezését, majd a városira is lehet térni, és utána, ha ezek sikerülnek, akkor tudunk majd egy nagyobbat lépni. Kérünk mindenkit, gondolja át, és csatlakozzon, legyen tevőleges, mert ezt be kell látni, hogy ha támadják a szkítaságot, akkor az veszélyes. Mert mit támadnak egy hazug világban? Az igazságot. Tehát aki a szkítaságot képviseli, ilyen szinten, mint mi, az az igazságot képviseli. A szkíta Magyarország, az más téma, ahogy mondtam, a UCC-hez tartozik. Mögöttük van egy kereskedelmi jogrendszer, ami védi őket, és azért csinálják azt a vonalat. Mi nem ezt a vonalat fogjuk csinálni. A Szkíta Egyesület vasárnap találkozót szervez a Lurdi házban, ahol a szkítaságról, az oltásokról, az oltás kivezetésekről lesznek szakmai előadások. Várunk szeretettel mindenkit!